több napi rendi pontot is tárgyalt Szekszárd gazdasági és pénzügyi bizottsága. Az egyik legfontosabb téma a polgármesteri hivatal dolgozóinak jutalmazása volt. Idei évi költségvetésben van maradék pénz, a dolgozó nem volt annyi álláshely betöltve, mint amennyire volt keret, és ezt az összeget felosztjuk a dolgozók között. Dolgozónként nagyságrendileg 40 ezer forint jutalomba fognak, és évvégi jutalomba. Ez nem csak a hivatali dolgozókat, hanem intézményi dolgozókat is jelenti, nagyságrendileg 500 embert érint ez a jutalom. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyik fontos témája a buszközlekedés volt. A Volánbusz ZRT helyi járatokról szóló beszámolóját megtárgyalták és elfogadták. A beszámoló igazolja azt, hogy helyes volt a döntés. Mi szerint csökkentettük 50%-kal a járatokat, és a jegyárakat viszont 75%-kal csökkentettük. Ezáltal látszik, hogy többen használják a buszokat, mint eddig, tehát többen mennek a buszokkal, és a mínusz az sokkal kevesebb, mint az előző időszakban volt, úgyhogy jó volt a döntés. Szekszárdon a Dómus épületének környezetében lévő járdák javításáról is tárgyaltak. Itt kerékpártároló kialakítására is sor került volna. A műszaki igazgatóság kérdéseket tett fel a beruházó felé, azonban válaszokat nem kaptak, így ebben az ügyben egyelőre döntés nem született. További fontos téma volt még az óvodák helyzete. Három óvodának a tervét elkészítjük, a felújítási tervét, hogy a pályázatba, ha be tudjuk tenni az óvodákat, akkor kész terveink legyenek az óvoda felújításokra. Ezek zömében energetikai felújítások, szigetelések, nyílászárócsere, belső vezetékek cseréje, ezeket hol mi aktuális, ezeket terveztetjük, és erre írtuk ki a beszerzést ezekre a tervek elkészítésére. Döntés született a Balcsi-Zsilinszki és a Szentgyörgyi Albert utcai óvodák bezárásáról is. Ezek az intézmények felújításra szorulnak. A képviselő elmondta, az új szőlőhegyi óvoda működtetése sokkal gazdaságosabb lesz a város számára.